Szeretettel üdvözlök mindenkit, lassan elkezdenénk, elmúlt 4 óra, még lehet, hogy valaki késve érkezik, de az eleje az úgyis egy rövid bemutatkozás lesz, a lényeg majd ezután következik. Timár András vagyok, ugye az előadásom címe Collabora Online 2.0, és ezért a kiadott programfüzetben egy pár mondatban hát már előre vetítettem, hogy miről is lesz szó, de hát mindenképp egy némi magyarázatot hozzá kell fűzni a dolgokhoz. Először is, hogy mi az a Collabora. A Collabora az egy cég, egy nemzetközi hát kis vállalatnak nevezném. Két irodája van, egy Cambridge-ben, Angliában, egy másik pedig Montrealban, Kanadában. Ezen kívül az a 90 ember, aki a Collabora szerződéses munkavállalója, a világ minden táján szétszórva dolgozik, tehát Magyarországról is dolgozik nekik legalább 5 ember, akiről én tudok. Mindenféle ilyen nyílt forráskódú projektekkel foglalkoznak, beágyazott rendszerekkel, multimédiával, digitális tévé, virtuális szemüveg, meg autók, meg egyéb ilyen izgalmas, modern dolgok. És 3 évvel ezelőtt átvették a Suze Novelből akkor éppen kivált LibreOffice fejlesztő csapatot, és egy kis leányvállalat alakult Collabora Productivity néven, amely elsősorban, sőt szinte kizárólag LibreOffice fejlesztéssel foglalkozik. Ugye részben termékfejlesztést végez a Collabora Productivity, ami azt jelenti, hogy a LibreOffice-ból LibreOffice-on alapuló, hosszabban támogatott ilyen hibajavító kiadásokkal és egyéb hibajavításokkal felturbózott átnevezett LibreOffice-okat gyárt, ez a Collabora Office és a Collabora Gov Office. Ezek lényegében ugyanazok, csak a más célközönség számára próbáljuk őket eladni. Illetőleg a Collabora Online, amiről meg az előadás szólni fog, ugye ez egy felhőben futó LibreOffice és a köré épülő terméktámogatás. Ezen kívül még egyedi fejlesztésekkel is foglalkozunk LibreOffice tárgykörben. Egy csak így röviden felsoroltam egy párat, ugye az OpenCL, ami a grafikus kártya a számítási kapacitását használja föl a munkalapműveletek felgyorsítására, vagy az OpenGL, a megjelenítés felgyorsítása. Eltőleg mostanában sok munkát végeztünk a PDF import és export terén, tehát most már tudjuk képként importálni a PDF-eket kiváló minőségben, illetőleg a digitális aláírás sokkal ellátott PDF-eket LibreOffice-ban tudjuk az aláírásokat ellenőrizni. Ugye a TCS-e az egy ilyen dokumentum klasszifikáló szabvány, hogy minden dokumentumról meg lehet adni, hogy milyen biztonsági besorolású, hogy bizalmas, szigorúan bizalmas, stb. Stb. És akkor ezek a meta információk így túlélnek a dokumentumban, és ezeket a LibreOffice meg tudja jeleníteni, és lehet velük dolgozni, ez bizonyos kormányzati megrendelők számára volt fontos. Ja, a szolgáltatások körébe beletartozik ez a harmadik szintű, ez a forráskód szintű terméktámogatás, tehát ha valakinek van egy problémája LibreOffice-szal, akkor ez hozzánk fordulhat, és mi ki tudjuk javítani a forráskód szintjén ezt a problémát, és el tudjuk látni a javított build-el, illetőleg ha megelégszik csak a forráskódba küldött patch beküldésével, akkor a következő verzióban viszont láthatja a javítását. A LibreOffice közösség aktív tagjaként először is minden fejlesztésünk azonnal visszakerül a publikus forráskód repozitorikba,
tehát semmit nem tartunk vissza, teljesen minden, totális nyíltság hívei vagyunk. Ezen kívül a közösségben olyan szinten is aktív szerepet vállalunk, hogy a Document Foundation vezető testületeiben, a kuratóriumban, vagy a tag felvételi bizottságban, illetőleg a LibreOffice projekt technikai előre haladását eldöntő Engineering Steering Committee-ben is ott ülnek a kollabora fejlesztői. Rátérve a LibreOffice Online-ra, hát ugye van egy bizonyos felhasználói igény erre, hogy dokumentumokat szerkeszthessünk, így egy helyhez kötetlenül, tehát nem az asztali PC-n, hanem mondjuk a tabletről, telefonról, a repülőtérről még hozzá tudjunk szólni anyagokhoz. Az adatainkat ne a helyi eszközön tároljuk, hanem valahol a felhőben. Ami lehet egy publikus felhő, de lehet akár a saját szervezetünk által üzemeltetett szerveren is. A további felhasználói igény, hogy a dokumentumokat egyszerre több ember tudja szerkeszteni. Mostanában divat ez a csoportos munka, vagy akár az, hogy nem egy időben szerkesztjük, hanem többen, de úgy, hogy megjegyzéseket fűzünk a dokumentumhoz, akkor ezekre a megjegyzésekre lehet válaszolni, akkor be lehet jelölni a megjegyzéseket. Alkalmaztuk, tehát egy ilyen mindenféle ilyen online munkafolyamat követésére van egy igény. Emellett az is fontos az embereknek, hogy a meglévő dokumentumokat hát minél alakhűbben tudják megjeleníteni ezekben a programokban. És itt adódik egy kézenfekvőnek tűnő gondolat, hogy hát a LibreOffice az ugye támogat, nem tudom én, 100 féle file formátumot, és ezek közül az összes jelentős dokumentumformátumot is, és hát elég jó munkát végez a megjelenítés terén. Tehát ha mondjuk nulláról próbálnánk lefejleszteni egy dokumentum megjelenítőt, egy webes dokumentum megjelenítőt mondjuk JavaScriptben, akkor lehet, hogy hamar eljutnánk az egyszerűbb dolgokig, hogy tudunk félkövér szöveget csinálni, meg aláhúzást, meg tudunk fontméretet váltani, meg ilyesmire. Mondjuk, ha több hasábos szövegeket kell, meg fejlécet, láblécet, lábjegyzetet, tartalomjegyzéket, akkor azért hamar ki fog fulladni a lendület. És hát azt be kell látnunk, hogy a LibreOffice mögött mégiscsak egy 30 éves múlt áll. Több ezer évnyi munkaévnyi fejlesztés végeredménye. Hát valószínűleg ezt újra implementálni nehéz, tehát próbáljuk meg újra felhasználni. És akkor ennek a kód újra felhasználásának az ötletéből hát született tulajdonképpen a LibreOffice Online, mint egy forráskód verzióban létező dolog, illetőleg az erre alapuló Collabora Online, ami egy termék, amit meg lehet vásárolni. Tehát, mint említettem, a LibreOffice az alapja mindennek. Egy bizonyos programozói felületen keresztül szólítjuk meg a LibreOffice-t. Ez már létezett az online előtt is, LibreOffice Kit-nek hívták. Először csak mindenféle file konverziókhoz használták, tehát meg lehetett szólítani a LibreOffice Kit-et, hogy konvertáljon át egy dokumentumot az egyik formátumból a másikba, és akkor ezt ő megtette, illetőleg a dokumentumokból tudott adatokat kinyerni. Ugye később jelent meg benne ez a csempés megjelenítés, más néven angolul ez a Tiled Rendering funkció, ami például az androidos kliensben játszott fontos szerepet. Ugye a dokumentumokat képpé alakítjuk, és ezeket a képeket lehet megjeleníteni. Még ahhoz, hogy valódi szerkesztést végezhessünk, ugye ne csak megjelenítést a webes felületen keresztül, ugye ki kellett egészíteni ezt az API-t, ugye a szerkesztés, kijelölés, illetve egyéb események lekezelésével. Előnye ennek a LibreOffice Kit-nek, hogy az alkalmazást nem kell linkelni a LibreOffice-hoz. Ez egy header-only
programozói felület. Egyszerűen csak egy DL Open-nel megnyitja az alkalmazás LibreOffice kitet, és ezen a felületen keresztül tud vele kommunikálni, és mivel C-ben, illetve C++-ban van a mint a LibreOffice maga, ezért a debugolás is ilyen egyszerű, mert azonos processben lesz az alkalmazásunkkal. A csempés megjelenítésről annyit kell tudni, ugye, hogy a eleinte térképek megjelenítéséhez használták ilyen interaktív térképek, Google Maps, itt ugye tudjuk, hogy egyszerre mindig csak egy kis, tehát ilyen négyzetekre bontja föl magát a térképet, és akkor mindig ezeket külön frissíti, ezeket a csempéket. Ugye ennek előnye az, hogyha ezeket el tudjuk gyorsítótárba rakni, ezeket a csempéket, és mindig csak azokat kell megfrissíteni, amelyek változtak. Tehát mondjuk arrébb mozdítom a térképet, vagy lejjebb görgetek a dokumentumban, akkor csak azokat a kis darabkákat kell szerver oldalon újra renderelni, illetőleg a kliens azokat kéri le a szervertől, amelyek megváltoztak, a többit azt a gyorsítótárból szedi. A szerkesztésnél pedig a kijelölést és a kurzort a csempék fölötti rétegben szépen el tudjuk helyezni, tehát attól nem kell a képeket érvénytelenné tenni, hogy arrébb mozgattam a kurzort. Ezen a képen látható nagyjából ugye a böngészőben egy prezentációnak a képe. Ugye itt ebben a debugger, Firefox debuggerben éppen a kurzort egy kép fölé vitték, és akkor látszik ez a 256x256-os kis négyzetet. Gyakorlatilag itt nem szövegről van szó, hanem mindig képekről. Most a következő feladat, amit ugye az online fejlesztése során meg kellett oldani, az ezeknek a képeknek a kiszolgálása. És ezt végzi ez a bizonyos LOL VSD, ez a LibreOffice Online WebSocket Daemon, ami megteremti a kapcsolatot a LibreOffice-szal a LibreOffice kiten keresztül, és a webes kliensen egy WebSocketen keresztül tartja a kapcsolatot. Tehát a klienstől megkapja azt, hogy milyen képeket kér a kliens, hol van a kurzor, milyen szerkesztési események történtek, ezt továbbítja a LibreOffice-nak, amely létrehozza a megfelelő kis képdarabkákat, és ezt visszaküldi. Természetesen igen, erőteljesen cache-eli a csempéket közben, hogy minél kevesebbet kelljen számolnia. Maga ez a WebSocketen keresztüli kapcsolattartás az egy egyszerű szöveges protokollon keresztül történik, illetőleg a képeket hát értelemszerűen bináris adat formájában küldi el. Kliens oldalon végül, ugye a böngészőben fut, egy low leaflet nevezetű JavaScript program, ami a leaflet nevű térkép megjelenítő alkalmazás forkolásával keletkezett. Ugye a térkép megjelenítés ez egy viszonylag egyszerűbb művelet a dokumentum szerkesztéshez képest, tehát ezt a low leafletet elég alaposan ki kellett bővíteni azokkal a funkciókkal, amik egy interaktív dokumentum szerkesztéshez szükségesek. Egy billentyű leütésre ugye keletkezik egy esemény, ezt elküldjük a szervernek, akkor a szerver ki tudja, hogy azt a csempét érvénytelenítenie kell, beilleszti mondjuk azt a betűt, amit lenyomtunk, elküldi, a kliens oldalon pedig újra festődik a dokumentum. A szövegbevitel pedig egy rejtett szövegbeviteli mezővel történik, ami ugye a böngésző technológiából adódóan így lehetett megoldani.
Ezen kívül a Lowlift felelős még az eszköztár és a menük kezeléséért is. Itt nagyon jó ötlet volt ennek a leafletnek a felhasználása, mert nagyon hamar tudtunk valamit kirakni a képernyőre, aztán hát az alaposan kibővítés az már egy komoly feladatot jelentett, de az elindulás az mindenképp hasznos volt. Azon kívül lekezeli a mobil eszközöket, az újjal történő nagyításokat, a dokumentumnak az újjal történő dologatását, tehát egy csomó olyasmi funkciót megvalósított, amire szükség volt, és ez is a kód újra felhasználás szép példája. És egy szót ejtenék ugye a böngészőben való dokumentum szerkesztés korlátairól, ami a böngészők sajátosságaiból adódik. Az egyik ugye, hogy ilyen biztonsági okokból a rendszer vágólapjához a böngésző az nem nagyon fér hozzá. Tehát a vágólap használat az nagyon korlátozott, gyakorlatilag csak sima szöveget tudunk beilleszteni kívülről a dokumentumba. A képfeltöltés az természetesen működik, menüből, az JavaScriptből megoldható, de ugye egy gazdagabb tartalom beillesztése az nem. Viszont a dokumentumon belül tudunk bármit másolni és beilleszteni, hiszen az szerver oldalon történik. Ellenben rájöttünk arra, hogy ez a drag and drop viszont működik a böngészőkben is, tehát mondjuk egy HTML oldalból egy részletet, amiben lehetnek linkek, képek, bármit kijelölünk az egérrel és belerántunk ebbe a low leaflet által prezentált dokumentumba, akkor azt föl tudjuk tölteni ezt a HTML darabot a szerverre, és ez működik. Kihúzni onnan tartalmat viszont értelemszerűen nem tudunk. A harmadik ilyen programmatikus terület az a nyomtatás, ezt úgy hívjuk át, hogy a szerver egy PDF-et generál a dokumentumból, ezt a böngészőbe letöltjük, és akkor a böngésző az kezd vele valamit, hát alkalmasint. Van olyan böngésző, amit meg lehet úgy szólítani, hogy kapásból nyomtasson, egy más fajták azok pedig csak letöltik a PDF-et, és utána a felhasználó ki tudja nyomtatni. Most nagyjából idáig jutottunk el tavalyig, és a tavaly decemberi, vagyis a 2015-ös decemberi szabad szoftverkonferenciás előadásomban így nagyjából ezeket a területeket fettük le. Bemutattam akkor ott, hogy ez a LibreOffice Online megnyitott egy dokumentumfájt a helyi merevlemezről, és akkor az megjelent, abba tudtunk beleírni, meg átformázni. Hát ez gyönyörű, de ez még ugye önmagában nem egy termék. Tehát mindenképpen szükség van valamilyenféle integrációra más rendszerekhez, annál is inkább, mert mi nem szeretnénk se fájltárolást, se felhasználó autentikációt, se semmi ilyesmit fejleszteni, mi csak a megjelenítéssel kívánunk foglalkozni, és annál is inkább nem érdemes ezeket kifejleszteni, mert ilyen alkalmazások vannak. Van egy csomó webalkalmazás, ami pont erre a célra van, ilyen file sharing, ilyen file megosztó, meg a webalkalmazások, dokumentumkezelők, mint OnCloud, NextCloud, Collab, Pydio, és még lehetne sorolni a példákat, tehát valahogy ezekhez kéne, vagy kellett volna integrálnunk a terméket, és erre hát kidolgoztunk egy módszertant, hogy lehet integrálni a Collabora Online-t, vagy LibreOffice Online-t egyszerűen web alkalmazásban. Először is hát telepítenünk kell értelemszerűen, vagy egy virtuális gépben, vagy egy Docker konténerben, vagy akár egy külön gépen, de lényeg az, hogy a web alkalmazástól egy külön doménen fusson, hogy a dokumentumokba beágyazott JavaScriptek, amik esetleg lefuthatnak, azok ne tudják bántani a web alkalmazást.
Ugye a kollabora online az maga egy ilyen állapot nélküli rendszer, ugye nem tárolja el se a dokumentumot, se a felhasználó azonosítóját, semmilyen ilyen session paramétert. Ilyen REST waypointokat kell implementálni a webalkalmazás oldalán, amit a kollabora online meghívogat. Ugye ezeknek a funkciója a felhasználó hitelesítése, dokumentumok fel és letöltése. Majd pedig ugye az az ötlet, hogy a webalkalmazáson belül egy iframe-ben legyen ez a kollabora online alkalmazás. És ugye gondolkoztunk sokáig, hogy most ez hogy is legyen megvalósítva a gyakorlatban, vagy mondjuk webdavon keresztül, vagy sokféle ilyen ötlet felmerült, hogy most hogy kéne a fájt leszívni a webalkalmazásból és feltölteni a kollabora szervereibe vissza, amikor kiderült, hogy erre már ki van találva egy protokoll, és ez egy nyílt szabvány, és ez szépen le van dokumentálva, és például az Office 365 is ezt használja. Úgyhogy mi fogtuk, vettük ezt a dokumentumot, és implementáltuk ezt az úgynevezett VOPI protokollt, amelyben a kollabora online, mint egy VOPI kliens játssza a szerepét, és a webalkalmazás, mint egy VOPI host, aki tárolja a dokumentumokat, illetőleg a felhasználó hitelesítését elvégzi, és ezt kell az integrátornak lefejlesztenie. Létezik egy referencia implementáció, amit a kollabora fejlesztett, ez hát OnCloud-hoz kezdtük el fejleszteni, aztán amikor az OnCloud-ból kivált a NextCloud tavaly nyáron, akkor hát értelemszerűen a NextCloud-hoz is jó volt ez a webalkalmazás. Ez egy PHP és JavaScript keveréke, ez az applikáció. A PHP biztosítja a REST waypointokat az adattátvitelhez, és a JavaScript felel azért, hogy ezt az iframe-et betöltse az OnCloud felületen belül, és betöltse a dokumentumot. Hát ezeken a szlájdokon azt hiszem, hogy gyorsan végigszaladok, mert úgyis inkább azoknak lehet érdekes, akik egy ilyen alkalmazást szeretnének kifejleszteni. Tehát ezt a három REST waypointot kell alkalmazni ezekkel a megfelelő, ezekkel a szintaxisokkal, tehát végül is fájl letöltés, visszatöltés, illetőleg amit a VOPI előír, ez a fájl információ lekérése, amiben olyan adatokat kérünk le a fájlról, mint hogy mi a neve, meg mekkora, meg hogy csak olvasható-e, mert akkor a kollabora online intelligens, hogyha ezt közlik vele, akkor csak olvasható módban nyitja meg a fájlt, és nem hagyja szerkeszteni. Ezen kívül még van egy pár opcionális paraméter, ami ugye a forráskódban részletesen dokumentált. Illetőleg még mielőtt létrejöhetne a kapcsolat a VOPI host és a VOPI kliens között, van ez a bizonyos discovery service, amit szintén leír a VOPI protokoll. Ezt tudnunk kell, ugye mielőtt felvesszük a szerverrel a kapcsolatot, hogy a szerver mire képes, hogy milyen file formátumokat támogat, ezeket szerkesztésre támogatja, vagy csak olvasásra. A kollabora online ezeket az információkat is korrektül kiszolgálja, hogy vannak bizonyos file formátumok, mit tudom én, a Microsoft Visio formátumot, az csak olvasásra tudja megnyitni, még mondjuk a DocX-et, azt szerkesztésre is. A webalkalmazásban akkor a JavaScript rész, mint említettem, először letölt ezt a Discovery XML-t, akkor megtudja, hogy milyen file formátumot támogat, létrehozza az iframe-et, és elküld ennek az iframe-nek egy hozzáférési tokent, ami a webalkalmazásnak kell tudnia, hogy az konkrétan hogy áll elő, és az micsoda, az a kollabora online szempontjából csak egy string, de ennek a hozzáférési tokennek kell a webalkalmazás számára tartalmazni azt az információt, hogy ez melyik felhasználóhoz tartozik, és hogy amikor a kollabora online szerver ezt a tokent elküldi a webalkalmazásnak, akkor ő ezzel hitelesíti magát, hogy ezt a dokumentumot megkaphatja.
Eddig hát erről a négy integrációról tudok beszámolni, ami elkészült, az a HomeCloud, NextCloud, Pydio és Collab. Még vannak folyamatban mások, más integrációk is, amiket még nem jelentettek be, de lényegében ennyi. De mint említettem, egy viszonylag rövid referencia implementációt megnézve egy pár száz sorból ez a Collabora Online iFrame bármilyen dokumentum kezelőbe, alkalmazásba beilleszthető. Egy pár szót szólnék a biztonságról is, ami hát több aspektusát lehet itt megfogalmazni. Az egyik az például, hogy valahogy oldjuk meg, hogy a felhasználók dokumentumai azok legyenek elszeparálva egymástól, tehát ne fordulhasson elő, hogy valaki más embernek a dokumentumát meg tudja nyitni. Illetőleg maga a csatorna legyen biztonságos, amin ezek a adatok közlekednek. Illetőleg ne lehessen ezt a LOL VSD szervert egykönnyen feltörni, hogy esetleg ezen behatolva egyéb tehát innen tovább lépve tovább hatalmat szerezni az őt futtató szerver felett. Úgyhogy itt többféle ilyen biztonsági megfontolást alkalmaztunk a fejlesztés során. Először is az első legnagyobb biztonsági kockázat az maga a LibreOffice, ugye, ami hát egy 8 millió sor C++ kód, és hát ugye sok ember némi joggal fél attól, hogy ezt egy szerveren futtassa, egy internetre kitett szerveren. De hát azért vannak megnyugtató dolgok a LibreOffice kód minőségével kapcsolatban. Az egyik az, hogy van ez a Coverity nevű cég, ilyen statikus kódelemző, aki rendszeresen auditálja a LibreOffice forráskódját, és hát olyan 0% körül van a LibreOffice kódjában a Coverity által felfedezett hibák száma, ami egy nagyon-nagyon jó érték, mind a nyílt forráskódú, mind pedig a kereskedelmi szoftverek világában ez a Coverity oldalán ilyen statisztikák megtekinthetők. Hát természetesen ez csak bizonyos típusú hibákra vonatkozik, ami a statikus kódelemzés által felfedezhető, de itt a kockázatoknak a csökkentéséről van szó mindig, nyilván biztosat nem lehet mondani. A másik, amit nem tudom, hogy ki hallotta Horváth Gábor előadását ma délelőtt, ugye ez az Address Sanitizer és Undefined Behavior Sanitizer pluginoknak a rendszeres futtatása a kódbázison szintén sokat hozzátett a minőséghez. Tehát itt ugye a memória szivárgásokat, illetőleg a C++ kódban rosszul megírt C++ kódban a nem definiált viselkedéseket szűrik ki ezek a compiler pluginok. Ezt is hát ezres nagyságrendben javítottuk az elmúlt években az ilyen típusú hibákat. Az újabban elkezdett projekt, ez a bizonyos fuzzer. Ugye a fuzzing az azt jelenti, hogy a programot olyan bemeneti adatokkal bombázzuk, amit elfogad helyesnek, de valójában nem helyesek. És akkor innen, tehát mondjuk olyan fájlokat adunk be nekik, amik nulla szélességű képek, vagy végtelen, vagy negatív, vagy tehát amik a fájlformátum szempontjából hibásnak minősülnek, ám a program annyira nem hibásak, hogy a program ne dobja vissza őket kapásból. És ezzel is egy csomó programozási hibára fény derült, amiket menet közben ki lehetett javítani, és ezáltal csökkent ugye, a támadási felület, hiszen nem lehet ilyen preparált dokumentumokkal téldre kényszeríteni a LibreOffice-t.
ezek a bizonyos export-import crash tesztek is évek óta futnak. Összegyűjtötték a publikus hibabejelentőkből ilyen 60-80 ezer problematikus dokumentumot. Ezeket a LibreOffice-szal beolvastatják és kimentetik az összes lehetséges file formátumban, és megfigyelik, hogy eközben elszáll-e a LibreOffice. Ez is, ugye eleve a hiba bejelentőkben már eleve problematikus dokumentumokat töltenek fel, amire potenciálisan elszállhat. Tehát ez egy igen, igen jó eredmény, hogy gyakorlatilag ugye rendszeresen végezzük ezeket a teszteket, tehát a kezdetben rengeteg crash-t detektált ez a teszt, és most ez is a nulla körül stagnál ezeknek a problémáknak a száma, hát ahogy a kód változik, nyilván mindig bejön egy-két új, de ezeket akkor most már rendkívül gyorsan ki tudják javítani. A következő ilyen biztonsági elem a Collabora Online-ban az az, hogy minden dokumentum egy saját CH-rootos jailbe kerül, és ott egy elkülönített LibreOffice környezet nyitja meg, és ebben a környezetben csak a legminimálisabb binárisok vannak benne, tehát nem nagyon lehet mást elindítani ebben a jailben, mint a LibreOffice-t, mert nincs ott más. És amikor a jail, amikor a dokumentumot bezárja az utolsó felhasználója, akkor ez a jail ez kitörlődik, a dokumentum onnan örökre eltűnik, bár egyes darabkái, ezek a kép darabkák, ezek megmaradhatnak egy tájkesben, de rendszeres időközönként az is törlődik. Mondjuk ebben a tájkesben azért elég nehéz összerakni ilyen random hexaszámokkal megcímzett kis képekből az eredeti dokumentumot. Maga ez a LOL VSD démon, ez normál felhasználóként fut, nem rootként, tehát már ez is egy csökkentése a kockázatoknak, hogy korlátozott jogokkal bír. Amilyen szükséges plusz jogosultságokra van szüksége, mint például ugye ezeknek a jail környezeteknek a lemásolásához nem másol, hanem hardlinkel, ugye, hogy a diszk helyen spóroljon, illetve magának a CH-rootnak a létrehozásához is kell jogosultság. Ugye ezeket Linuxos Capability segítségével éri el, amely a capability-ket eldobja, hogyha már nincs rá szüksége, tehát ez csak az inicializáláshoz kell, utána már nem. És hát ez is egy ilyen biztonságot növelő tényező, hogyha eleve ez a LOL VSD démon egy virtuális gépben vagy egy Docker konténerben fut, ezzel is el tudjuk szeparálni a rendszer többi részétől, tulajdonképpen ez a javasolt módja a futtatásnak. A kapcsolat, mint azt a VOPI protokoll is előírja, az pedig SSL-en keresztül zajlik, tehát a dokumentum feltöltése, letöltése az elvileg egy biztonságos csatornán átzajlik. Most hogy lehet ezt a programot föltelepíteni otthon? Nagyon egyszerűen, de erre is gondoltunk, hogy mindenki ki tudja próbálni. És ezért létrehoztuk ezt a úgynevezett Collabora Online Development Edition-t, ami hát ez a név választás még egy korábbi állapotot tükröz, jelenleg nem annyira fejlesztői ez a változat, hanem a stabil változatot követi egy-két héttel. Ezt egy Docker image formájában tesszük közzé, némi korlátozásokkal beépítve, hogy azért tényleg az otthoni felhasználást bátorítsuk, és ne pedig azt, hogy valaki erre építsen egy szolgáltatást. Tehát legfeljebb 10 felhasználó tud belépni egy időben, és legfeljebb 20 dokumentum kapcsolat lehet nyitva egy időben. A Dockeren kívül még tudomásunk van arról, hogy a Canonical csomagolt ebből a kódból egy snapet is. Ezt nem tudom pillanatnyilag, hogy kint van-e a snap áruházban, de hamarosan megjelenik, szóval aki az Ubuntu snappeket jobban kedveli, azok
tudják használni ebben a formátumban is. Ami a rendszer követelményeket illeti, hát mindenképp egy 64 bites Linuxra van szükség, ilyen Intel AMD platformon. A binárisokat ezekre, tehát erre a platformra készítjük el. Szokott érkezni olyan kérdés, hogy ugye ARM-on fut-e, hogy Raspberry Pi-on szeretné futtatni. Hát a fő probléma ezzel az, hogy valószínűleg egy Raspberry Pi az túl gyenge lenne egy LibreOffice futtatásához. Tehát elindulna, ugye tudjuk, hogy van rá LibreOffice port, de azért a sebessége az tényleg csak így játékra való. Úgy becsüljük, hogy CPU száronként 10 aktív felhasználót tudunk kiszolgálni. Egy felhasználó az nagyjából 100 MB RAM-ot foglal el a rendszerből, és egy felhasználónként 100 kilobit per szekundum hálózati sávszélesség az, amit így átlagosan mértünk. Hát nyilván ez a dokumentumoktól is nagyban függ. Nyilván egy képekkel teletűzdelt 600 oldalas dokumentum az többet foglal, mint egy oldalas csak szöveg. Tehát ezek ilyen hozzávetőleges számok, és igazából ezeket mindenkinek ki kell tesztelni a saját esetére. Tehát ugye, mint említettem, ez a Docker image érhető, a Docker maga az ugye minden Linux disztribúcióra gond nélkül feltelepíthető a csomagból, vagy a Docker honlapjáról. Azt gondolom azért nagyjából ismert a hallgatóság számára. Tehát egyszerűen le kell húzni ezt a Collabora per Code nevű image-et, és a szlájdon olvasható paraméterekkel elindítani. Ugye ez a LOL VSD szerver, ez a 9980-as porton figyel, tehát akkor ezt kell megnyitnunk, illetőleg át kell adni paraméterben azt a domaint, amelyen a web alkalmazásunk fut, hiszen azt szeretnénk, hogy csak a web alkalmazásunk érje el ezt a szervert, ne pedig akárki. Ugye opcionálisan megadhatunk még egy felhasználó nevet és egy jelszót az adminisztrátori konzolhoz, ahol nyomon követhetjük, hogy hány felhasználó van belépve, milyen dokumentumok vannak megnyitva, mennyi memória és mennyi processzor terhelés van az adott pillanatban. Utána rendelkeznünk kell mondjuk egy OnCloud-dal vagy egy NextCloud-dal, az egyszerűség kedvéért ezt ismerem a legjobban, úgyhogy ezt tudom javasolni, amihez ezt a Collabora Online Connector appot fel kell telepíteni. Továbbá javasoljuk, hogy egy Apache Reverse Proxy legyen a Collabora Online elétéve, mert a 9980-as port az sok tűzfalon van tiltva, és az SSL miatt is praktikusabb, hogyha nem a Docker image-be kell telepítenünk az SSL certifikátet és a titkos kulcsot, hanem ezt az Apache megoldja helyettünk. És akkor a Apache és a Collabora Online közötti SSL kapcsolatot használhatjuk a Dockerbe beépített self-signed certifikáttal, ami az indításkor automatikusan generálódik. A Collabora Office Comper kódon részletesen megvannak ezek a konfigurációk és egyéb linkek, amik a további telepítést segítik. És akkor röviden, már nincs sok idő hátra, de megmutatnám magát ezt az alkalmazást. Szóval itt egy OnCloud felületet láthatunk. Aladár user van bejelentkezve. És megnyitottam egy másik Firefox ablakot is, ahol Béla van bejelentkezve. Most Béla az magyarra állította az OnCloud felületét. Ennek megfelelően, hogyha megnyitom ezt a
szöveges dokumentumot a Collabora online-ban, akkor láthatom, hogy a Collabora online felülete is magyar lett. Ja, tavaly demonstrációban egy nagyon egyszerű kis eszköztár volt jelen. Most már láthatjuk, hogy vannak menük, amin az egyszerű és az asztali alkalmazásnak az egyszerűsített változata, mentés, nyomtatás, vannak verzió előzmények is, amiket az OnCloud biztosít, másként letöltés, akkor egyszerű szövegformázás, akár oldal, méret, beállítás, táblázat beszúrás, stb. Stb. Akkor a felület az responsív, hogyha lekicsinyítem az ablakot, akkor láthatjuk, hogy a menü eltűnik ebbe a hamburger menübe, ugrik be, és az eszköztár is átmegy egy... Az eszköztár is leegyszerűsödik, ha még tovább kicsinyítem, akkor csak a legszükségesebb eszközök maradnak meg. További érdekesség, hogy a helyi menük azok magából a LibreOffice-ból jönnek, legalábbis azok, amelyek nem igényelik párbeszédpanelek megnyitását. Tehát ha mondjuk rákattintok egy képre és megnyomom a jobb egérgombot, akkor ugyanazokat a menüpontokat látom, amelyeket az asztali alkalmazásban megszoktunk. Láthatjuk, hogy működik az írás, és akkor most megnyitom ugyanezt a dokumentumot a másik felhasználó nevében. Amit mutatni szerettem volna, ugye minden felhasználónak van egy saját kurzora, ami külön színű, és időnként meg is jelenik fölötte, hogy kihez tartozik ez a kurzor. És nyilván az egyikük szerkesztése, az a másikuk képernyőjén is látszik, tehát mondjuk itt most kitörlök valamit, akkor az a másiknál is eltűnik, de az ő kurzora az ugye ott marad azon a helyen, ahol ő volt. Tehát ez a 2.0-as verziónak a legfontosabb újítása ez a kollaboratív szerkesztés, tehát egyszerre több ember tudja ugyanazt a dokumentumot szerkeszteni. Azon kívül, hogy a felhasználói felület is sokat gazdagodott. Ugye itt oldalt, nem tudom, igen, itt a kivetítőn jól láthatóak ezek a kommentek, ugye az írás ez nem nagyon olvasható el rajtuk, és itt a saját képernyőben is nagyon kicsi. De lényeg az, hogy lehet kommentelni, és a kommentekre is lehet válaszolni. Tehát ez eddig a... Ugye, hogyha egy darabig nem szerkesztjük, akkor a dokumentum inaktívvá válik, és akkor nem foglalja a szerver erőforrásait, hogyha rá kattintunk, akkor újra természetesen visszakapjuk, és ott folytathatjuk, ahol abba hagytuk. Akkor még megnyitok egy prezentációt, amiben az az érdekes, hogy a vetítésnél letölti a prezentációt egy SVG formátumban, és ez kezeli a dia átmeneteket, illetőleg az elemek közötti animációkat is.
legalábbis elég sokat azok közül, amelyeket a LibreOffice is támogat. Tehát így gyakorlatilag ugyanolyan gazdag prezentációt lehet az online-ból vetíteni, mint az asztali LibreOffice-ból. Most visszatérve erre a diasorozatra, igazából egy pár szót ejtenék a jövőről, hogy még miket tervezünk fejleszteni, először is még több funkciót. A megjegyzések továbbfejlesztését, hogy ilyen párbeszédszerűbb legyen, illetőleg lehessen törölni, vagy készre jelölni a megjegyzéseket. Akkor a változáskezelés, ugye ez amikor áthúzva, aláhúzva megjelenni kellett fogadni egymás által beszúrt változásokat, akkor szintén egy fontos kérés, ez a helyes írás ellenőrzés működjön, ez egyelőre még nincs benne. Akkor szeretnénk gazdagabb felhasználói felületet. Ugye jelenleg csak nagyon kevés párbeszédpanel van, az is JavaScriptben újra megvalósítva. Azt szeretnénk, hogyha a LibreOffice párbeszédpaneleit valahogy át tudnánk küldeni ezen a WebSocketen, és akkor a natív felhasználói felület maga minden gazdagságával megjelenhessen az öngészőben is. Illetőleg ez a teljesítmény növelés és hát ezzel kapcsolatos kódreszelés ez egy állandó kihívást jelent, ebben mindenképpen szeretnénk előre lépni. De hát maga ugye az üzenet, vagy nem tudom, az örömhír az akar lenni, hogy ez a termék tulajdonképpen már elért valahova, ezt már lehet tölteni, lehet használni. Tehát ez nem egy prototípus, ez nem a jövőben működik, hanem már most, és ugye megvannak az integrációk, népszerű dokumentum megosztó programokkal. Úgyhogy gyakorlatilag megvalósult ez a célkitűzés, amiről tavaly beszéltem, hogy egy rugalmas és gazdag és szabad szoftveres alapú ilyen felhős dokumentum szerkesztőt tudjunk-e a felhasználóknak biztosítani. Köszönöm a figyelmet, és ha kérdések vannak, akkor szívesen válaszolok.